Korcsolyázásra csábító időjárás fogadta kedden délelőtt az Agártra látogatókat. Bármennyire is egybefüggő a jég, hideg van és szikrázó napsütés, mégis tilos rámerészkedni. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a jég vastagsága jelenleg ugyanis 6 centiméter. Ma reggeli mérési adataink szerint a Gárdon-tófelügyelősségen 6 cm, az egész tavon egybefüggő ég alakult ki. A partmenti területeken a többi részen ugyanígy 6-7 cm vastagságú, ez még messze nem alkalmas arra, hogy sportolásra alkalmas legyen. 10 cm az a határ, ami már teherbíró, egybe egybefüggő a jég. Ahhoz, hogy sportolásra alkalmassá váljon a jég, minimum 10 cm-es vastagságra van szükség. A nádaratás a Velencei tónál kizárólag a part közelében zajlik, amíg ugyanis nem hízik a jég 10 cm-re, addig a gépekkel sem mennek rá. Nádaratásra gazdasági és vízminőség szempontból van szükség, tette hozzá Csonki István. Vízminőségi szempontból nagyon fontos, hogy a nádaratásra az a növényi, elszáradt növényi szár kikerüljön a tóból, és ne kerüljön bele a vízbe, tehát ne segítse elő az eutrofizációt. Hát a másik haszna az gyakorlatilag az, hogy a nát, nát használják, tehát a náttetőkhöz gazdasági haszna is van, ez nagyon fontos. A következő napokban felmelegedés várható és csapadékos idő. Az igazgató szerint a korcsolyázás szerelmesei abban bízhatnak, hogy a jégre esett eső visszafagy a hétvégére, ami akár tükörsima felületet is eredményezhet, a hétvégi lehűlést követően. Persze ezek egyelőre csak feltételezések, emelte ki Csonki István. A jégre lépni tehát tilos, aki mégis rámerészkedik, egyrészt beszakadhat, másrészt szabálysértési bírságot is kaphat. A velencei tóvízálása kedreggel elérte a 120 cm -t.